Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió kulturális magazinját látják. Már is mutatjuk e heti műsorunk képes kínálatát. Csúcsalkotók a Balatonon, 24 képzőművész munkái kaptak helyet Földváron. Turista csalogatók a rejtélyes kápolnát Balatonbogláron. Isten tiszteleteket már nem, de kiállításokat rendeznek a Vörös és Kék kápolnában. Munkája az irodalom, Egerszegi Edittel, a Berzsenyi Társaság titkárával beszélgettünk. 24 hazai képzőművész munkáiból nyílt kiállítás Balatonföldváron a Hajózás Történeti Látogatóközpontban. Mint a megnyitón elhangzott, a válogatásba kizárólag magas alkotói minőséget és időtálló értéket képviselő mű kerülhetett be. Balatonföldvár mindig is a művészetek egyik déli parti fellegvárának számított, így örömmel adtak helyet a mostani kortárs művészek kiállításának is, fogalmazott Holovics Huba polgármester a tárlat megnyitóján. Az eltelt több mint 120 esztendő során a különböző művészeti ágak képviselői közül irodalom, költészet, filmművészet, zeneművészet, jeles képviselői, elismert képviselői éltek, pihentek, vagy éppen alkottak itt Balatonföldváron. A képzőművészeti ágak és ezen belül a festészet képviselői is jelen voltak az elmúlt közel két emberöltőnyi időszakban Balatonföldvár életében. Mindenképpen meg kell emlékezzünk egy ilyen esemény kapcsán Vaszari Jánosról, Iványi Grünwald Béláról, Göci Béláról, Boldizsár Istvánról, vagy éppen Kandó Lászlóról, de számunkra talán a legismertebb itt Balatonföldváron, vagy legkedvesebb az élete utolsó évtizedeit itt Balatonföldváron leélő és alkotókuncik József úrnak a neve, hiszen ő nemrég távozott el közülünk. A Fine Art Hungary műfaj népszerűsítő program tavaly indult el. A top 100-as körbe pedig a magyarországi művészvilág elitje sorolható. Az idén az évmű tárgya programot is meghirdették. A legnagyobb mesterek, kiegészülve a feltörekvő, kiváló, tehetséges magyar képzőművész fiatalokkal az évmű tárgya címért versengenek. A programnak az első fordulója tavasszal volt, 115 csodálatos magyar műalkotás szállt harcba, versenybe a címért. Ez a mezőny már a 24 alkotásra szűkült, az egy online aukciót követően. Ez a 24 alkotás festmények, grafikák és szobrok tekinthetők meg Balatonföldváron, a Balatonföldvári hajózás történeti kiállítás épületében, a második emeleten. Úgyhogy itt, hogyha a körbenéznek, látják körülöttünk azokat az alkotásokat, amik keresztmetszetet adnak a mai magyar kortárs kiválóságok a munkáiból. Az ősz végén ér véget az idei évi akció, programsorozat, és az ősz végén, november végén, december elején fog kiderülni, hogy 2022-ben ezek közül az alkotások közül, amelyek itt Balatonföldváron is láthatóak, melyik lesz az év műtárgya. A kiállított műtárgyak szeptember végéig láthatók, illetve meg is vásárolhatók. A művészet dombjának is nevezik a balatonboglári temetődombot. A rajta kialakított és Szent Erzsébetről elnevezett park összeköti a két ikonikus kápolnát, a Vöröset és a Kéket, amelyekben már hosszú ideje nem tartanak istentiszteleteket, de kiállításoknak otthont adnak. A vörös kápolnát 1857-ben építette az evangélikus felekezetű Bárány Pál. Ebben a sírkápolnában nyugszik felesége, gyermekei és ő is.
A Vörös Kápolna előtti levendula és rózsabokrok övezte amfiteátrumban színházi előadásokat tartanak. A szintén neogót stílusú kék kápolnát az evangélikus Körmendi család építette 1856-ban. A régi temetőben lévő telken eredetileg egy családi kripta készült, erre építették rá a kápolnát. A két építmény rejtélyes múltja minden évben több ezer turistát vonz a településre. Szépen van kialakítva a Vörös Kápolnának itt a úgymond kert helysége, és ugye útba esik a boppája, illetve a gömbkilátó fele, úgyhogy mindig erre jövünk. A két kápolnában már hosszú évtizedek óta nem tartanak istentiszteletet, helyette változatos és érdekes kiállításoknak adnak otthont. A jelenlegi kiállítások igazi kuriózumok, hiszen Radák Eszter és két kiemelkedően tehetséges tanítványa, Kaszás Konrád és Szlávik Barbara képei találhatók most meg. A Foltok vonalak színmezők címet viselő kiállításon mester és tanítványai alkotásaiból láthatnak néhányat az érdeklődők. Radák Eszter dekoratív festményein a változatos világ különböző helyszínei jelennek meg, amíg Szlávik Barbara geometrikus formákra alapozza művészetét, Kaszás Konrád képein pedig a természet jelenik meg absztrakt formákban. Nagyon vegyes a korosztály, aki látogatja a kiállításokat. Az időjárás ugye nagyban befolyásolja a kiállítások látogatottságát. Többnyire elmondható, hogy amikor nincs strandidő, akkor többen jönnek, de strandidőben is azért meglátogatják a kápolnákat. A Kult Kikötő által szervezett tárlat minden nap délután 3 és este 8 óra között látható. Egy irodalmi pályázattal ünnepelt a közelmúltban fennállásának 50 éves évfordulóját a Somogy folyóirat. A lapot kiadó Berzsenyi Társaság titkárával, Egerszegi Edittel beszélgettünk, nem csak a Somogyról, hanem irodalmi teadélutánokról és rendhagyó irodalomórákról is. A közelmúltban ünnepelte 50. fennállását a Somogy folyóirat, de nem is 50 évről beszélhetünk, hanem 52-ről is. Hogy is van ez? Ez tulajdonképpen úgy van, hogy a Somogyi Írás és a Somogyi Szemle 1960-ban jelent meg. Utána megszűnt. És 1970-ben úgy gondolták az illetékesek, hogy jó lenne elindítani egy új folyóiratot, aminek aztán Somogy lett a elnevezése, tisztelegve Roboz István előtt, aki 1866-ban a Somogy folyóiratot, vagyis a Somogyi újságot megteremtette, kiadta. Ugye az egy közéleti lap volt. Mennyiben volt más maga a Somogy folyóirat? Az új Somogy folyóirat annyival volt más, hogy közgazdasági dolgok nem lettek bevéve rovatként, hanem inkább a művészet, az irodalom és a helytörténet szerepelt benne. Én azt hiszem, hogy ez elemi szükséglet volt tulajdonképpen egy politikai fellazulás után, hogy megszólalhassanak azok, akik eddig íróasztalnak írtak, vagy legalábbis most szeretnének írni, vagy közölni, vagy figyelni a megyére, figyelni a városra. Tehát ez egy nagyon dicséretes kezdeményezés volt. Érdekes, hogy a lap megjelenés, éves megjelenése mindig a száma maga, a lapszám, az változott. Hárommal indult, aztán később a 90-es évek elején, vagyis hát inkább a 80-as évek végén, akkor 4 számmal jelent meg, utána Lackó András idejében 6 számmal, majd visszajött megint, most 4. éves megjelenésünk van, tehát tulajdonképpen 4 számmal. Az elmúlt 52 év során 2 esztendő kimaradt. Miért? Mi történt addig a Somogy folyóirattal? Hát mindig anyagi okai vannak, hogyha valami leáll, tehát nem nevezhető az másnak, úgyhogy én annak örülök, hogy utána megint gazdára lelt és elindult. Az 50 éves fennállást miként szerette volna megünnepelni a Somogy folyóirat, és hát ezzel szorosan összekapcsolódva a Berzsenyi Társaság?
Hát a Berzsenyi Társaság tulajdonképpen a Sobogy folyóiratnak is a kiadója, ahogy a Takács Gyula Emlékháznak a működtetője, és az éves 30 körülbelül 25-30 rendezvénynek is a megpályázója és megszervezője. És azon gondolkodtam, hogy hogy lenne jobb ezt széles körbe ünnepeltetni, vagy széles körbe tudatni, hogy figyeljünk ide, 50 évesek vagyunk, mert ez olyan ritkaság lesz a következő 50 évnél, remélem majd mások is azt mondják, hogy az, de ritkaság, és ünnepeljünk ugyanúgy, ahogy most mi megtettük. És arra gondoltam, ha egy konferenciát csinálunk, az egy rétegnek szól. Az a réteg, nem mondom, hogy nem lesz autentikus, nem mondom azt, hogy nem lesz magas szintű és visszatekintő, akár erre az 50 évre, vagy az 50 év témáira, ki mit dolgozott fel ebből, hanem legyen egy olyan mozgalom, ami megmozgat többeket. Így gondoltuk ki, hogy legyen akkor egy vers és prózaíró verseny, szépíró verseny, és annak a hirdetését megtettük, tehát meghirdettük a 2021-es 4-es számba, valamint a honlapunkon is, és körülbelül április végéig be is jöttek a pályázatok. A Szemes Péter irodalomtörténész és Márkus Béla irodalomtörténész volt, aki elbírálta a verset, illetve a prózát. Mindegyik véleménye rendkívül összefogott volt és elemző. Amit hallhattunk is a rendezvényünkön, a Márkus Béla nem tudott itt lenni, de Szemes Péter felolvasta az írását. Úgyhogy érdekes így megnézni, hogy erre megmozdult körülbelül 37 versíró, megmozdult 18 prózaíró. Egész Erdélytől kezdve Nyárád Szereda, ez megjegyeztem, mert egy nagyon érdekes név, egy 18 éves fiatalember küldött be írást, és ugyanakkor az ország minden részéről olyan kis falvak, mint Topolya, vagy lehetne mondani, és a korosztály is teljesen olyan volt, hogy a legfiatalabbtól a legidősebbig is megtalálható. Most nem számítottam ki, nem csináltam statisztikát, de lehetett látni a díjátvételnél is, hogy mindegyik korosztály képviseltette magát, hiszen a Németh István Péter kapta az első díjat a vers kategóriában, a megye díja volt ez. Mindegyik díj pénzdíjas volt, kivéve a külön díjak. A második díjat a Mohai V. Lajos költő kapta, és a harmadik díjat pedig Lázár Balázs. Az előbbieknek a díj felajánlója a Csiki Gergely Színház, illetve a Nikla önkormányzata volt. A prózai kategóriába ott pedig akkor tényleg fiatalítottunk az első helyen, ezt idézőjelben mondom, mert megérdemelten kapta az első díjat. A Füstös Judit, ő 19 évesen már ezt learatta, úgymond az első jelentkezése kapcsán. És második lett Balázs Géza, ő egy nyelvész professzor, egyetemi professzor, harmadik pedig Hegedűs János lett. És itt a díjak, a város felajánlása, valamint az Írószövetség díja volt az egyik, és Zamárdi díja. Mikről írtak, akár prózában, akár versben? Mi az, ami mondjuk megkötés volt a pályázatnál, és ezt teljesíteni kellett írásban? Igen, a formai megkötések is megvoltak, meg a leütés számot értem ez alatt, meg azon kívül még az is, hogy kapcsolódjon valamilyen formába, akár a folyóirathoz, bárkinek bármilyen élménye, vagy régi közlése, vagy tapasztalata volt, vagy Somogy történetéhez. Ezt nem úgy értem, hogy történelmi dolgokat kell most itt fölvonultatni,
de vagy az idő alatt, amikor ő, az ő élete játszódik, hogy akkor mi történt vele, míg a Somogy megjelent mondjuk négyszer egy hónap, vagy egy évben, vagy pedig kétszer egy évben. Tehát bőven lehetett választani, és így alakult akkor ki, hogy például a prózai második díjas, a Balázs Géza megírta a Csicsali Express című írását, ami a Kaposvár-Siófok vonalnak a járatáról ír, feldolgozza azt, hogy lépésben mikor megy, mikor csúszik meg a sineken, kell-e előtte homokot szórni, őzeket el kell-e előle hajtani, vagy a fácán el tud-e előle ugrani még, úgyhogy rendkívül érdekes tapasztalat, szinte dokumentum. Egy 19 éves vagy egy 18 éves fiatal milyen somogyi kötődésről tudott írni? Például Füstös Judit feldolgozta a nagyapjának a mesterségét, tehát a Bognár mesterségét, tehát azt mutatta be. Úgyhogy ilyenek is vannak nyilván. Honnét érkeznek az írások? Mennyire ismerik határon innen is túl a Somogy folyóiratot az alkotók? Hát nem csak a Somogy folyóiratot, mert a Somogy folyóiratnak, ha megnézik az impresszumába, ott van egy tanácsadó testület. A tanácsadó testületben Bécstől kezdve Felvidékig, Kárpátaljáig, Erdélyig mindenki képviselteti magát. Úgyhogy ez most majd érdekes lesz, most átváltok egy másik témára, mert a 32. Berzsenyi Helikon napokat fogjuk megtartani október 28-án Keszthelyen, és ebben a fölállásban, ami itt a tanácsadó testületben van, mindenki hozza azt a témáját, ami ő szerinte a magyarság helyzete most a Kárpát-medencében. Tehát legyen az a Deák Ernő a Bécsi Naplótól, vagy pedig akár a kárpátaljai költők, írók, úgyhogy ez egy nagyon érdekes felvetése, különösen a mostani Covid utáni helyzetben, mert nem csak ezt elemzi, hanem azt is majd az írás, ahogy előre a címeket megadták a felkértek, hogy mikor, mennyire vonták be a magyarságot olyan politikai vagy olyan harci helyzetekbe, amibe magától nem ment volna be. Ezek a témák majd a labban is helyet kapnak, vajon? Igen, ugyanúgy, ahogy a mostani pályázók is kapnak, tehát közlési lehetőséget kapnak. Az írók, akik beküldik a folyóirathoz a munkáikat, általában mikről írnak? Legyen szó határon innen vagy határon túl. Milyen témákat dolgoznak fel? Én szerintem ez a felkéréstől függ, és nyilván ebbe a főszerkesztő jobban és autentikusabban tudna nyilatkozni, mert amikor évfordulók voltak, akkor a Trianont például mindenki, amilyen szemszögből látta, akkor azt úgy írta le, és úgy jelenítette meg, vagy ahogy átélték az ottaniak, arról kapunk képet, de ugyanakkor aktuális például akármelyik írónak vagy költőnek kerek születésnapja vagy halálának évfordulója, arról is mindig jelennek meg írások, valamint belekerülnek olyan versek, amik első közlésűek, legyen az fiatalabb vagy idősebb korosztályú, vagy például a Kerék Imre kapott József Attila díjat nyilván, akkor arra fókuszált a lap, hogy jelenjen meg verse. A mostani készülő kettes számba is lesz két Kerék Imre vers. Előbb említetted, hogy első versek is helyet kaphatnak a lapban. Tehát akik még csak próbálkoznak az írással, ők is merhetik elküldeni a munkáikat? Az természetes, hogy merhetik, ahogy most is a 37 pályázó közül ugye csak 6-an kaptak díjat. Akkor azt mondom, hogy nagyon bátrak az emberek, úgy érzi mindenki, hogy tud verset írni, vagy úgy gondolja, ahogy sokan értenek a futballhoz, vagy értenek az oktatáshoz, ahogy a nyilatkozatokat utcán vagy beszélgetések kapcsán látjuk, vagy hallhatjuk. De ezt nagyon érdekesen fogalmazta meg Vörös Sándor, én ezt szívesen felolvasom, mert ez tanulságos volt, és ez elhangzott magán a rendezvényen is. Vörös
Vörös Sándornak volt egy kis dolgozata, a vers születése címmel, és ebben azt írja, kezdetben az önkritika tehetsége, ezt írja, teljesen hiányzik. Amit a kezdő leír, az számára a lehető legszebb és legtökéletesebb. Tehát, hogyha egy fiatal beküld egy verset, óhatatlan az, hogy a hiányosságaira fölhívja akár a szerkesztő, akár bárki, akit felkér, egy irodalomtörténészt, fölhívja rá a figyelmet. Mert nyilván az a mechanizmus, ami elindulna, ami tulajdonképpen egy verselő és egy fogalmazó készséget kialakít egy fiatalban, az még itt teljesen hiányzik. És bár van, azt mondja a Vörös Sándor, hogy később is van olyan, akinek ritka tehetsége van, vagyis egyáltalán nincs tehetsége az önkritikához, úgyhogy ez megint csak olyan, hogy a vers fölépítését és a vers ritmusát, a versben megfogalmazott gondolatokat úgy kell tulajdonképpen az agyunkban rögzíteni, hogy az végül spontán segítsenek egy magasabb szintre. 15 éve vagy a Berzsenyi Társaságnál, mely feladat az, ami legjobban szívedhez közel áll? Hát itt tulajdonképpen nem az, hogy feladat, itt mindenre figyelnem kell. Ami innen kimegy, akár írásban, akár szóban, akár szervezés kapcsán, tehát ha én tudom, hogy valakinek szervezek egy könyvbemutatót, vagy pedig például Jánosi professzor itt volt, Móricz Zsigmondról beszélt legutoljára, akkor természetes, hogy én ott vagyok az állomáson, fogadom, előtte telefonon megmondom, hogy piros sál, vagy fehér sál lesz rajtam, különös ismertetőjegyeimet, új frizurám lesz-e, vagy a régi, úgyhogy fölkísérem a helyszínre, vagy ha nem kísérem, akkor taxival megyünk, mindenkire figyelek, tehát hogy olyan szinten legyen ellátva, ezt idézőjelben mondom, vagy körülvéve, hogy a Berzsenyi, mindig arra gondolok, hogy a Berzsenyi Társaság hírét én ne hozzam olyan helyzetbe, hogy bármi kritika érheti. Programok által újra élettel telik meg a Takács Gyula Emlékház is, de most már nem csak a Takács Gyula Emlékházba szerveztek programokat, hanem volt már rá példa, hogy akár egy iskolában volt rendhagyó óra. Nem csak az, hogy volt rá, nagyon sok példa volt rá a Covid előtt. Mert én előtte való évben, tehát általában októberben kell megpályázni az NKH-nál a következő fél év, tehát a következő év első fél évének az a tematikáját, és akkor fölhívom az aktuális iskolákat, és van úgy, hogy kikérik azt a témát, bármelyiket, akár egy íróról, akár egy költőről, vagy csak egy író-olvasó találkozóról. Úgyhogy így kerültünk kapcsolatba a Táncsics gimnáziummal, a Munkácsi gimnáziummal, közgazdaságiban voltunk, akkor a vendéglátóiparinál. Hogyan fogadják az iskolák, és hogyan fogadják a gyerekek ezeket a rendhagyó irodalomórákat? Akár azokat, amin mondjuk élőben találkozhatnak egy szerzővel. Én azt hiszem, hogy ez mindig nagyobb élvény, és bocsánat most a kollégáktól, mint az egyszerű magyar vagy történelem óra. Mert mindig mondom az igazgatóknak is kapcsolatfelvételkor, hogy én nem tolakodni szeretnék, meg mindenképpen valamit rájuk irányítani, vagy rájuk odavinni, hanem azt vegyék figyelembe, hogy itt egy lehetőség, ami a tananyagot kiegészíti. Például így került sor arra, hogy Örkény Istvánnak az özvegyét is elhívtuk, és olyan írók, költők, vagy Illyés Gyulának a lányát, tehát, vagy itt volt Nagy László fia, aki nem sokára rá meg is halt, úgyhogy olyan lehetőséget tudna a Berzsenyi Társaság az oktatás mellé biztosítani, hogy mindenképpen élményt adna. Mi a következő feladat, hogyha a Berzsenyi Társaság programjait nézzük, és hogyha a Somogy folyóiratot? A Somogy folyóirat megy folyamatosan, most van a nyomdában a második szám, utána a harmadik számban már megjelennek majd a Somogy 50 pályázóinak a munkái, és a negyedik számban általában benne szokott lenni a Berzsenyi Helikon napok előadóinak az előadásai.
Úgyhogy ez most gyakorlatilag decemberig meg lesz, és hát mindenképpen ami elmaradt, most azt szeretném úgy pótolni. Kevés volt ez idő alatt a Covid miatt, és az író-olvasó találkozó, könyvbemutató kevés volt, tehát ezt próbálom most majd pótolni. Megpályáztuk, tehát készen van a következő fél évre is az egész tematikánk, és ami érdekes, hogy ez 105 éve, hogy 105 éves lenne Szabó Magda, és Szabó Magda ugye Debrecenben élt, vagyis hát ott is élt, és ott van egy emlékháza, és Kecán Marian az, aki a kurátora volt ennek a kiállításnak, és megpróbálom akkor megnyerni annak, hogy legyen itt is egy előadás a Szabó Magdáról ennek az évfordulónak a kapcsán. És a nagy rendezvényünk, amit említettem, az lesz majd a Helikon 32. Úgyhogy a többi meg általában könyvbemutató. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Kulturális magazinunkkal egy hét múlva jelentkezünk újra itt a Somogy Televízióban. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Videóinkat megtalálják a Facebook oldalunkra és YouTube csatornánkra kattintva is. Viszontlátásra!